nagyjából itt volt Bozsik József és Puskás Ferenc szülőháza, ezt tudtátok? Hallottunk róla, persze. Ezt mindenki tudja az egész világon, nem csak itt Kispesten vagy Magyarországon. Tehát Bozsik és Puskás Kispesté soha el nem lehet venni innen a nevüket, és máshol nem is tartózhatnak, úgyhogy nem csodálkozom, hogy éppen lehet, hogy ott ülök, ahol ő elszegette esténként a paprikás krumplit. Hát nagyjából tudtam, mert elég közeli rokonságban vagyok az egyik tisztelt úrral, nevezetesen Puskás öcsivel, aki az unokatestvérem, másodunknak a testvérem. Tehát akkor Purcell László vagyok amúgy, ha nem mutatkoztam volna be. Annyira tudom, hogy itt volt, hogy apám még mesélte sokszor, hogy a retek benőtt a pálya szélére. Tehát volt olyan, hogy mentek, kiúzták a retket, ahogy mentek fel a pályára. Hogy tetszik az új stadion? Remek a hangulat, remek az atmoszféra. Nagyon kíváncsi vagyok belülről. Egyet képernyőn már láttuk belülről, de így most élőben, ha visszaadja azt a régi hangulatot, akkor nagyon fognak örülni. Minket hogy tetszik itt kívülről egyelőre? Kívülről nagyon jól néz ki, nagyon modern. Nyilván én már az újabb stílusokhoz vagyok szokva, hogy fiatalabbként, de remélem, hogy tényleg tudja azt a hangulatot hozni, amit az idősebb szurkolók elvárnak, és amit szeretnének látni. Nekem nagyon tetszik. Külseje is, belül is. Körbe, hogy a gyepszények körül. Szerintem kasz lett. Csodálatos. Hát voltam már a 21-es EB-n, hát nem bírtam ki, hogy ne lássam. Nagyon szép. Hát jó, be kell lakni mindenképpen. Atmoszféra az, mivel fedett, az adott. Tehát itt meg kell mordulni egy 2-3 ezer embernek, már az félelmetes. Hát egy sokkal jobb, mint a régi volt. De ott meg az élmények megmaradnak a régiből. Tényleg kicsit keresgeti a régit az ember, nem? Amikor idejön, hogy úristen, hol volt, hol is volt a bejárat, és így vagytok ezzel? Hát igen, kicsit másképp volt, más elhelyezkedés, meg a régi emlékek nem fognak elmúlni. Ezt is be kell lakni, várjuk az új élményeket. A régi rengeteg élményt adott. Volt persze egyszer-kétszer sírás, de azért zömével ide azért nem győzni jártam. Tehát... Keresi egy picit itt a stadiont, a régi stadiont az újnak a helyén? Nagyjából betájolom, kicsit el van fordítva, hát hogy keresem, a szívemben biztos, hogy az még ott van. Ezt még remélem, megérem, hogy itt is jönnek olyan eredmények, hogy hát majd ez is ott lesz. Ugye az előző szezon nem úgy sikerült a csapatnak, ahogy várták volna, ettől az újtól mit várnak? Bajnoki címet, tehát mi más. Megmondták a tulajdonosok is, szurkolók is, hogyha mindenki erre vágyik, akkor ennek kell, hogy legyen a vége. Hogyha 5 évvel ezelőtt voltunk bajnokok utoljára, most épp itt az ideje, hogy megint ebben a következő szezonban akár meglegyen. És onnantól kezdve mindig, mint a 80-as években, mint Puskásék idejében, ennek a csapatnak a magyar bajnokság élén van a helye, ott is kell, hogy küzdjön mindig. Többször elhangzott, a miniszterelnök is egyszer azt mondta itt, amikor az akadémiát átadta, a magyar labdarúgásnak akkor voltak arany pillanatai, arany esztendei, amikor Honvédnak jól ment. Szeretnénk, hogyha megint ilyen időket élnénk. Hát remélhetőleg sikerül azt tartani, amit a szezon vége felé, azt a támadó játékot, kicsit több helyzet kihasználással, és remélem, hogy most már azért sikerül akár az európai szereplést megközelíteni, vagy megcélozni, és behúzni mondjuk egy Európa Liga indulást, vagy Isten bajnoki címet, de hát az nyilván azért az egy más kategória lenne már. Ez a kérdés? Hát szintén azt várom, hogy végre kijöjjön az a játék, amit várunk a csapat névsortól is. Reméljük, hogy a távozók hiányát nem érezzük, meg reméljük, hogy az új érkezők erősítést fognak jelenteni, és mindenképpen egy küzdő, támadó, szellemű csapatjátékot várok. És legalább dobogót, igen. Milyen új élményeket váltak ettől az új idényt, hogy az előző azért nem úgy sikerült, gondolom, hogy szeretétek volna. Annál jobban. Reméljük, hogy több győzelem lesz. Nem lesz ilyen keserves. Nem a kiesés ellen fogunk küzdeni, hanem a középmezőny elején inkább. Hát sok győzelmet, hogy nyerjünk, és nyerjünk. Nyerjük meg
valahol a realitások talaján kell maradni. A bajnoki cím még szerintem nem, de ha jól összeáll, és főleg ha jól indulunk, akkor még akár lehet dobogó is. Hát a bajnoki cím, hát az meg hát ez, abba beleremetne itt a környező kerület.